Mostantól jobban ellenőrzik a Horvátországból származó árut a szerbiai vámosok. A fokozott vizsgálat a növényi és az állati eredetű árura vonatkozik. Ez azt jelenti, hogy minden egyes ilyen szállítmányból mintát vesznek, amelyet részletes elemzésnek vetnek alá. Eddig a horvát árut csupán véletlenszerű mintavétel után ellenőrizték, ezentúl azonban minden rakományt bevizsgálnak. Az intézkedést a szerbiai vámhivatal azért vezette be, mert Horvátország előzőleg 22-szeresére emelte a régi országaiból, így a Szerbiából beszállított termékek illetékét. Rasimjáit szerb kereskedelmi miniszter szerint Zágráb intézkedései populisták, és semmi valós gazdasági célt nem szolgálnak. Ove mere također nisu u duhu dobrosusjedskih odnosa, niti su korak u pravcu stvaranja slobodnog tržišta zemalja Zapadnog Balkana, kojem svi načelno težimo. Svjedoči to i činjenica da u posljednje tri nedelje, otkako su mere stupili na snagu, mi smo imali tri potpuno različita objašnjenja, odnosno obrazloženja preduzetih mera. Branislav Nedimović szerb mezőgazdasági miniszter is megszólalt az ügyben. A tárcavezető kiemelte, az állam válaszlépése összhangban van minden hatályos jogszabállyal, hangsúlyozta, főként az állati és növényi eredetű árut vizsgálják, de ezt is elsősorban a hőség teszi szükségessé. Ovo je naš odgovor, jer mi jednostavno moramo da branimo srpsku proizvodnju, srpsko tržište, jer ovo je potpuno nekorektno da neko na ovakav način uradi ovo u jeku sezone kada se najviše trguje voćem i povrćem. A miniszter úgy látja, a gyors reakcióra azért volt szükség, mert a kétoldalú tárgyalások elhúzódhatnak, annak pedig a termelők és az exportőrök látnák kárát. Nedimović azt is elmondta, mindenkinek tisztában kell lennie azzal, hogy itt nem csupán néhány euróról van szó, hanem közel 200 millióról. Ekkora ugyanis a két ország közötti zöldség- és gyümölcspiacot érintő árucsereforgalom mértéke.